Az országos toborzást követően újabb fiatalok csatlakoztak a honvédséghez, hogy megkezdjék 8 hetes kiképzésüket. A két hónapos időszak alatt fizikailag és mentálisan is felkészülnek, hogy azt követően megkezdhessék katonai hivatásukat az általuk választott szervezetnél. Az új bevonulóknak már nem feltétlenül kell elhagyniuk a vármegyét az alapkiképzés idejére sem, így családjuk szeretteik közelében maradhatnak ezen időszak alatt is. Első lépésként a bevonuló fiatalok személyes okmányait ellenőrizték a Veszprémi toborzó irodában. A kiképzésről és egyéb tudnivalókról vitai Csaba zászlós tartott tájékoztatót. Ezután a várpalotai területvédelmi zászlóajhoz utaztak, hogy részt vegyenek az alapkiképzési programban. Nyolc hetes kikérdés fog rájuk várni. Az azt jelenti, hogy az elkövetkezendő öt hétben különböző harcászati, meg műszaki, meg alaki, meg mindenféle fogásokat fognak majd gyakorolni, és ennek megfelelően fogják majd őket vizsgáztatni, és ha megvan minden ilyen jellegű dolog, elmennek egy alkalmassági vizsgálatra azok, akik még esetleg ezen nem estek túl. Hogyha megfelelnek minden követelményeknek, akkor a következő két hétben legfőképpen lövészet és a korábban tanuló dolgoknak a elmélyítés az, ami vár rájuk. Az utolsó hét az adminisztrációs hét, amikor majd a választott katonai szervezethez fognak kikerülni. Varsányi Márk Kevin, várpalotai fiatalember az ígéretes lehetőségek miatt döntött a bevonulás mellett. A kiképzést követően reméli, hogy a személyiségének megfelelő területen tud elhelyezkedni a honvédség berkeiben. Jelenleg a helikoptervezetés érdekli leginkább. Fiatalon mindenképp ki szerettem volna próbálni ezt a hivatást, mert már régóta szerettem volna katona lenni új dolgokat szeretnék kipróbálni fiatalon, amíg nem megy el mellettem az idő. A jelentkezők zöme érettségizett, de akad közöttük diplomás is a honvédségen belül a végzettségüknek megfelelő szakterületen tudnak majd elhelyezkedni a kiképzést követően. Én azt látom, hogy a területvédelmi zászlóajnán felkészült kollégák vannak, akik végzik a feladatékat, akik tényleg kollégáknak tekintik ezeket a jelentkezőket. Ez nagyon fontos, én ezt el szoktam verni a saját állományomtól is. Nagyon fontos az, hogy amikor ők beérkeznek, jól érezzék magukat, és egy közösségi kovácsolódjanak. És ez várpalotán azt gondolom már az első hetekben megvalósul, és ezért is van az, hogy azok, akik esetleg úgy döntenek, hogy tartalékos katonaként szeretnének csak szolgálni, azok közül is nagyon sokan vannak, akik a nyolcadik hétnek a végére, mint szerződéses katona kötnek szerződést. A Magyar Honvédség egy új haderőt épít. Ennek a legfontosabb része, hogy modern technikai eszközök érkeztek a honvédséghez, fogalmazott Sós Gyula alezredes. Mint mondta, a szomszédban zajló háborús helyzet miatt ezért fel kell készülni arra is, hogy adott esetben meg kell védeni Magyarország lakosait. A jelenlegi eszközökkel a magyar honvédség képes megvédeni a hazát, ám nem érnek semmit, ha nincsenek szakképzett, jól felkészített fiatalok az üzemeltetéshez, tette hozzá Sós Gyula.